Köszöntöm a résztvevőket! Itt ugye az Összefogás párt hirdetett meg egy bankellenes demonstrációt, és a demonstrációnk első állomása a legfőbb ügyészség. Sokan talán nem tudják, hogy miért is a legfőbb ügyészség, és miért annyira piszkál ő minket, hiszen rengeteg sok feljelentést tettünk már a bankok ellen, bankvezetők ellen és politikusok ellen is, akik egyrészt kitalálták, végrehajtották ezt a kifosztást és a csalást, mások ezt engedték, és voltak olyanok, akik pedig nem gátolták meg a károk keletkezését, tehát azt, hogy embereket jogtalanul tegyenek ki az utcára. Tehát ezért kellett ide jönnünk és itt kezdenünk a legfőbb ügyészségnél. Talán sok embert meglep, hogy nem hoztunk petíciót, nem hoztunk beadványt, úgy gondolom, hogy ez már tök fölösleges. Ezeket ez nem érdekli, amikor feljelentések sorozatát adjuk be, és adják be például ugye Menyhért Péter is nagyon jól megírt feljelentéseket, formai hibákra és bármilyen egyéb okra vonatkozóan elutasítják ezeket a feljelentéseket, akkor miért pont a mi petíciónkkal foglalkoznának, de egyébként meg már adtunk be jó sokat. Arra kell felhívni a figyelmet, hogy bizony összefonódik a mafia, összefonódnak a bankárok, összefonódnak az ügyészségek, összefonódnak a politikusok, és mindenki ki akarja venni a maga hasznát, és ellehetetleníteni azokat az embereket, akiket már a társadalom szélére sodortak. Az egyik legnagyobb probléma, miért ez megtörténhet, hogy az általunk választott politikusok választják meg a közjogi méltóságokat, és nem az emberek maguk. Ha az emberek maguk választhatnák meg, akkor valószínű olyan embereket választanának, akik az ő érdekükben cselekszenek, vagy legalább cselekszenek. A feljelentéseink nagy része utaságok miatt lett elutasítva, azt mondják, hogy nem érintettje valaki mondjuk a hazárulásnak egy magyar állampolgár, vagy az, amikor én a bankárokat feljelentettem, hogy Orbán Viktor torkát el akarták vágni, akkor azzal utasították el a feljelentést, hogy engem nem nagyon ér sérelem akkor, hogyha Orbán Viktornak éppen elvágják a torkát. Valószínű, ha egy embernek elvágják a torkát, akkor mindenkit ér sérelem, hiszen bűnözés folyik. Ha egy miniszterelnöknek vágják el a torkát, az olyan, mintha az országnak a torkát vágnák el, és ezzel zsarolják az országot. Míg hogyha valaki egy kirakatot akar betörni, akkor azt mondják, hogy azzal meg terrorizmussal való fenyegetést követ el, míg hogyha a bankok egy miniszterelnök torkát vagdossák, akkor nem követnek el semmit. Vagy lehet, hogy elkövetnek, de az ügyészség nem jogosult ezt vizsgálni, és ha így megnézzük, akkor a bankárok kezében van az ügyészség, a bankárok kezében van a politika, hiszen jó néhány évvel ezelőtt már elmondták vezető politikusok és maga Orbán Viktor is, hogy itt bizony csalás történt. Az embereket csőbe húzták, kifosztották, átverték a devizahitelekkel. Ha ez így történik, akkor hogyan lehetséges az, hogy a bankármafia a mai napig végrehajtásokat foganatosít, újból és újból a közjegyzők kiadják a végrehajtási záradékot, hiszen ha valakit átvertek, csőbe húztak, azzal elkövették a csalás büntettét, és egy bűncselekményre alapozottan házakat vesznek el emberektől, tiltják a nyugdíjukat, a fizetésüket, és fenyegetik őket nap mint nap. A tegnapi napon hozott valaki éppen egy közjegyzői okiratot, vagy a végrehajtás elindult ellene, és egy másik ember hívott fel, hogy ő neki pedig tegnap vitték el az autóját, rendesen utcáról ellopták, és éppen este ott a rendőrségen feljelentéseket gyártották, és a rendőrök nem tudták, hogy mit kezdjenek ezzel a dologgal. És azt mondta nekem, hogy ez nem jogtalan, amit csinálnak. Hát de mondom, jogtalan. És megkérdezte, hogy mit tegyünk. Mondtam neki, hogy ki kell jönni. Minden embernek, aki jogtalannak tartja, és fel kell emelnie a szavát. De amíg 20-an vagyunk itt, addig nagyon nehéz lesz érvényesíteni, mert hogy a jog az pontosan annyit ér, amennyit érvényesíteni tudunk belőle. Hiába van igazunk, hiába nekünk ad igazat a szerződés, és abban egyértelműen benne vannak a bankoknak a ferdítései, meg már beleépítve a csalás, hogyha ezt nem tudjuk érvényesíteni, nem tudunk nyomást gyakorolni, akkor nehezen fogjuk elérni. Éppen ezért ugye itt van ez a hatalmas épület, és ennyien nagyon nehezen tudnánk gyakorolni nyomást erre az épületre, és a politika által védett ügyészekre, ezért nem is itt folytatjuk a demonstrációt, hanem sokkal nagyobb részt tudunk ütni akkor, hogyha a bankoknál tesszük ezt meg. Nem véletlen, hogy olyan sok bank ellenes akciót csináltunk még civilként is, és ezt fogjuk folytatni a jövőben is, és ugyanezt tesszük most is, el fogunk most menni a Nyugati térre, és néhány kérdést fogunk feltenni néhány bankban,
Amennyiben ez nem sikerül, akkor pedig a bank előtt folytatjuk a demonstrációt. Úgyhogy az a kérésem, hogy most már itt mindenki itt van, aki ide akar jönni, hogy elindulunk a járdán ki a Bajcsira, ott elmegyünk a Nyugati térre, és az OTP banknál én be fogok menni, a devizahitelezéssel kapcsolatban kérdéseim lesznek, és mivel egyetlen törvény sem tiltja azt, hogy hány ember kérdezhet egy bankban devizahitelezéssel kapcsolatban, az a kérésem, hogy gyertek be velünk, természetesen semmilyen balhét nem csinálunk, egy ügyintézőtől szeretnénk megkérdezni, hogy mit gondol arról, hogy az emberek kaptak-e svájci frankot, jogosan emelték-e a szerződéseknél a kamatot, mint ahogy tegnap előtt egy bírósági tárgyaláson is kiderült, hogy fogalmuk nincs róla, hogy hogy zajlott le az ügyfél tájékoztatása, és ez pont egy OTP-nél történt, és ugye az Ilonka Jávor Kálmánnél bízott meg ezzel, hogy most menjünk be és nézzük meg, hogy a bank mit szól ehhez. Úgyhogy menjünk, szerintem induljunk is. Az a kérés, hogy a járdán menjünk, a rendőrség vigyázni fog ránk. Hajrá! Akkor menjünk. Szépen lassan.